Jó napot kívánok! Osztogató az Orbán kormány. No, senki ne gondolja, hogy ez egy jelen pillanatban pozitív jelző, hiszen a közösen befizetett adóforintjainkat nem azon állampolgároknak osztja szét az Orbán kormány, akik valóban rászorulnának, hanem a haveroknak, rokonoknak, szomszédoknak, barátoknak. Osztott már földet így, osztott már trafikot, osztott már pályázati pénzeket közgépnek, osztott pénzt stadionra, és osztott pénzt volt rendőrnek, aki testőr volt egykor, szerény 10 milliárd forintból finanszírozzák a magyar adófizetők az Orbán kormány szimbólumát, a legnagyobb erőszakszervezetet Magyarországon, amelyet úgy hívnak, hogy TEK. De hát természetesen az orbáni rezsim támogatói, haverjai, rokonai, barátai, ismerősei nem tudtak mindannyian beleférni ebbe a föld, trafik, TEK, stadion, közgép részbe. Éppen ezért kellettek olyan egyéb célok is, amelyek érdekében, vagy amelyek mentén pénzt lehet adni a haveroknak, rokonoknak, barátoknak, szomszédoknak. A ténytár.blog.hu internetes portál összegyűjtötte azokat a különböző kutatóintézeteket, amelyek milliókat vagy éppen milliárdokat kapnak annak érdekében, hogy egyrészt kiszolgálják nyilvánvalóan a mostani rezsimet, másrészt akik már a korábban említett föld, trafik, trek, stadion, közgép részben nem fértek bele, itt kaphassanak pénzt, végül pedig nyilvánvalóan annak érdekében, hogy a jelenlegi kormány ideológiáját megtámogatva megpróbálják meghamisítani Magyarország történelmét, Magyarország múltját. Látjuk ezt egyébként, ezt a történelmi hamisítást folyamatosan. Egyrészt, ami a hortikultuszt illeti, hát aki itt sétál a parlament környékén, az maga is láthatja, hogy milyen hatalmas munkálatok folynak annak érdekében, hogy visszaállítsák a horti idején fönnálló Kossuth teret. De láttuk ezt a 2006-os őszi események kapcsán is, hogy milyen hamisításra képes az Orbán kormány. Nézzünk néhány ilyen intézetet, amelyet még egyszer mondom, a ténytár.blog.hu internetes portál gyűjtött össze. Van olyan, amiről megmondom őszintén, hogy még a politika iránt nagyon érdeklődők sem hallhattak szerintem. Közpolitikai Kutatások Intézete, amely a Közigazgatás és Igazságügyi Minisztérium háttérintézménye. Ez 2012-ben indult, akkor még egy szerény 210 millió forintos költségvetéssel. Ismertebb már a Nemzet Stratégiai Kutatóintézet, Szász Jenő Fideszhez közeli egykori székelyudvarhelyi polgármester vezetésével jött létre 2012. december 11-én, 1,3 milliárd forintnyi közpénzből gazdálkodott az idén. Hát eredményt nem nagyon látunk abból, amit ők csináltak. Bár nem kutatóintézet, de azt lehet mondani, hogy egy hatalmas összeg elnyelője, és egyben az Orbán kormány közigazgatásának kiszolgálója a Nemzeti Közszolgálati Egyetem, ahol egyébként effektív beruházás is történt a Ludovika Campus projekt kialakításával. Ez egy több mint 20 milliárdos projekt. Ennek létrehozták egy Molnár Tamás kutatóközpontját is, erre 175 millió forintot különítettek el. Hasonló intézetként említi ez az internetes portál a Nemzeti Örökség Intézetét, amelyet 2013. április 23-án határozatban hoztak létre. Feladata a magyarság szellemi örökségének a jelen és az eljövendő nemzedékek számára történő megőrzése és átadása, illetve a nemzeti emlékezet és emlékezés a magyarság identitásának megőrzésében, a nemzeti összetartozás érzésének növelésében. Ne felejtkezzünk meg természetesen azokról a kutatóintézetekről sem, amelyeket nem a kormány hozott létre, de hát jelentős összeggel támogat. A század végén már lassan 5 milliárd forintos állami pénzből támogatja természetesen az Orbán rezsimet, de a Nézőpont Intézet is jelentős összegeket kapott. 2014-es költségvetésben a miniszterelnökség fejezete alatt külön címet kapott a Veritas, amelyet az idén hoztak létre. Ennek a feladata a magyar közjogi hagyományok béltón bemutatása. Szeretném remélni, hogy nem az elmúlt három év közjogi hagyományát akarják bemutatni, és a jól megalapozott nemzeti történelmi tudat kialakításának támogatása.
Végül ugyanez az internetes portál említi a Nemzeti Emlékezet Bizottságát, amely erről ugye az országgyűlés hamarosan szavazni fog, ez is egy külön költségvetési tétel lesz. A demokratikus koalíció azt gondolja, hogy Magyarországnak nincsen szüksége közpénzből, az adófizetők pénzéből fenntartott történelemhamisító káder és havertemetőkre, ugyanakkor a múlt kutatása rendkívül fontos. Nyilvánvalóan, hogy ezt a demokratikus értelmiség bevonásával kell megtenni. Nem a történelem és múlthamisítás kell, hanem a múltunk valódi feltárása, legyen az a magyarországi zsidók deportálásának a kérdése, vagy éppen Pozsga Imre kommunista múltja. Azt gondoljuk, hogy az ilyen típusú központok, intézetek, és emellett nyilván a piacon működő intézetek nagy összegű támogatása egyáltalán nem szolgálja Magyarország érdekét. Sokkal inkább az látszódik, hogy ezek azok a helyek, ahol megpróbálják kifizetni azokat, akik nem féltek bele a földbe, a trafikba, a techbe, a közgép bizniszbe, vagy éppen az összes többi egyébként sporttal, focival kapcsolatos kiadásokban. Éppen ezért nyilvánvaló, hogy a kormányváltást követően ezeket az intézményeket is alaposan át kell vizsgálni. Először is meg kell nézni, hogy mi az a tevékenység, amivel ezek egyáltalán foglalkoztak, hiszen nagyon keveset lehet hallani róluk. Aztán pedig olyan intézetek létrehozására van szükség, amit még egyszer mondom, a demokratikus értelmiség bevonásával, és ide mi a konzervatív értelmiséget is gondoljuk, a demokratikus értelmiség bevonásával valóban a múltunk feltárása, a múltunk megismertetése a cél, nem pedig, ahogy a Fidesz kormány teszi, a történelem és a múlt meghamisítása.